Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntelek benneteket a Csorba Győző Könyvtár ismereti gyűjteménye nevében. Tulajdonképpen mi csak a szervezői vagyunk ennek a rendezvénynek, hiszen egy olyan tanulmánykötetet fogunk bemutatni, ami csak nagyon-nagyon érintőlegesen kötődik a mi gyűjteményünkhöz, a mi műhelyünkhöz. Ennek ellenére, illetőleg ezzel együtt is nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm körünkben Bertó Gábor régészt, a Janus Pannonius Múzeum igazgatóját, Varga Szabolcs történészt, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát, Szabó Máté régészt, aki szintén ugyanennek a hosszú nevű intézménynek, a régészeti intézetének a tudományos főmunkatársa, és végül, de nem utolsó sorban Gőzsi Zoltánt, a Baranya megyei levéltár igazgatóját. Az intézmény nevét nem pontosan mondtam, ezért elnézést kérek. Átadom a szót mindenek előtt Bertó Gábornak, aki egy rövid vitaindító előadást fog tartani, és utána kerül majd sor a szakmai vitára, a kötet szakmai vitájára és a bemutatójára. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a megjelenteket. Engem Szabolcs nem egy ilyen hagyományos kötet méltatásra és bemutatásra kért föl, hanem hogy talán arra inkább, hogy így azt az utat valahogy fölvázoljam a kötetig, és remélhetőleg ennek a folytatásaig is elvezetett. Ami tulajdonképpen mondható is, hogy a Mohácsi csata kutatásának a legutóbbi szakasza. Ugye Mohácsi csatával kapcsolatban nagyon sok mindent leírtak nagyon sok helyen az elmúlt sok száz évben, ha lehet ezt mondani, szinte a csata óta születtek, ugye voltak közvetlen visszaemlékezések, voltak későbbi történettudósi feldolgozások, térképeket rajzoltak különböző kötetekben, cikkekben, próbálták a csata menetét modellezni. És hát valahol egy ponton a Janus Pannonius Múzeum is bekapcsolódott ebbe a történetbe, illetve két ponton is, mert volt egy 1960-as évekbeli szakasz, nem is pont, ahol a elődöm Papp László próbálta meg azonosítani a csata helyszínét. Ugye sok kérdés közül az egyik, hogy valójában hol is történt a Mohácsi csata, mert hogyha fogjuk az összes rekonstrukciót, ami eddig született ebben a tárgyban, mármint hogy valakik valamilyen térképre felrajzoltak különböző hadrendeket, hadmozdulatokat, akkor ez nem kis terület, egy olyan 60-70 négyzetkilométernyi nagyjából sík területről van szó, úgy Mohács déli határától egészen a mai Horvátországban lévő Dályokig, mondjuk ezen belül elhelyezkedő térképekről van szó, vagy csata elképzelésekről. És a múzeum az tulajdonképpen első lépésben ezzel kezdett el foglalkozni, és hát Papp László is ezt próbálta régészeti módszerekkel kutatni, a korban elérhető módszertannal. És hát nagyon röviden megfogalmazva, bár sok eredményt elért, tehát nem sikerült igazából körbehatárolni azt a területet, ahol maga az ütközet zajlott. Az azért feltehető, hogy ezen a 60 km-en belül volt valahol, tehát az egészet valószínűleg nem érintette a teljes valójában az ütközet, mert az is egy kérdés, hogy mit tekintünk az ütközetnek, mert ugye volt egy része, amikor a magyarok még itt Mohács alatt táboroztak, de már voltak csatározások a feltétlenül lovas egységek között. Aztán volt a maga főütközet, és úgy tűnik a források alapján, hogy volt egy mellékütközet is, ha úgy tetszik, ez a tábornak a feldúlása, de még a csata helyszínen belül is van egy külön kis esemény, ami leválik a főütközetről, ugye a csata elején a királyi testőrséget egy oldal irányba megjelenő török seregtest ellen küldik. Szóval összetett a dolog, és az valószínűleg azért, hogy nem érintett ezt a teljes területet. A Papp László féle kísérlet után, ami végül is talán saját bevált szerint is nem volt sikeres, meg kell említeni még két nevet, az egyik Szűcs József, róla van is egy interjú a kötetben egyébként, vele egész pontosan. Ő igazából helyi lakos, érdeklődött a csata iránt, nem történész, még csak felsőfokú végzettsége sem rendelkezett, de nagyon érdeklődő személy volt, és több évtizeden keresztül járta a területet. Része van a tömegsíroknak a bejelentésében, felfedezésében is, az első két sírról beszélünk. És ő mutatott rá egy helyszínre,
ugye 1970-es évek közepe táján, amit egy kis Béla nevű helytörténész tanár együtt egy kis füzetkében meg is írtak. Ez egy ma is melletti késő-középkori településnyom. És hát ugyanezt a helyszínt azonosította dr. Négyesi Lajos hadtörténész is, aki itt a délszláv háború idején, a 90-es évek elején teljesített a határmenet katonai szolgálatot, és hát szabad idejében nagy érdeklődött az esemény iránt, végzett kutatásokat, és ő is ugyanerre bizonyos helyszínre mutatott rá, amire Szűcs József, tehát függetlenül egymástól egyik sem tudott a másikról. És hát nagyjából ez volt a Mohács csata kutatásának a terepi része, ha próbáljuk meg azonosítani a helyszínt. És akkor viszonylag csönd uralkodott 94-től elkezdve ebben a dologban, ami a csata valós helyszínének azonosítását, illetve talán az összes többi témában is nem volt ez egy túl termékeny időszak. Talán 2006-ból emelhetők ki a B. Szabó János által szerkesztett, azt hiszem nagyon egyszerűen csak Mohács című ilyen fekete borítós kötet, ahol addig megjelent jelentősebb forrásokat, illetve tanulmányokat összefoglaltak egy kötetben, és egy nyilván született egy-egy tanulmány, azt a Brodarics életével kapcsolatban is, de úgy azért ez egy olyan kicsit állóvíz volt Mohács tekintetében. És a második Janus Pannonius múzeumos etap az pedig 2009-től számítható. Ezelőtt valamivel ismerkedtem én meg Négyesi Lajossal, és két tekervényes kísérlet után végül is egy beadott OTKA pályázat, ami végül is nem nyert ebbe a tárgyban, és akkor egy NKA pályázat adtunk be, ami egy kis volumen dolog volt, csak hogy kezdjük ezt a falut valamilyen módon vizsgálni. Ez az első nyertes dolog, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az új időszak ez 2009-ben kezdődött múzeumnál. Volt egy Európai Uniós pályázatunk is, aminek a keretében tudtunk foglalkozni a dolgnak a terepi részével, és hát 2014-ig úgy a falut kutattuk. Tehát az volt az elsődleges cél, hogy azt beazonosítsuk a falut, milyen a kiterjedése, milyen leletanyaga van. Nagyjából azt tudtuk megállapítani, hogy a földrajzi leírás, ami Brodaristól tudunk, az úgy azért többé-kevésbé ráillik, illetve a régészeti leletanyaga is azt mutatta, hogy a 16. század elején, közepén ez egy létező település volt. Tehát nem egy véletlenszerűen megtalált árpádkori településen van például dolgunk, amit a tatárjárás idején elpusztul, vagy hasonló, hanem ez a település ez ott volt Mohácsi csata idején. Eddig jutottunk 14-ben, és akkor 16, volt egy kis szünet ebben a történetben, és 16 volt egy nagy fordulópont. Itt Máténak ebben jelentős szerepe volt, és még néhány más kollégánknak, mint Gáti Csinának, illetve Szalcsán Évának. Leginkább, hogy addigra változtak a jogszabályok, és a fémkeresős kutatás az hát könnyítetté vált tulajdonképpen a múzeumokkal együttműködő amatőr fémkeresősöknek lehetőség nyílt arra, hogy kutatásokat végezzenek együttműködve a múzeumokkal. És itt egy elég kiterjedt kapcsolati háló révén végül is összejött egy az első, tulajdonképpen szerintem országos szinten az első ilyen komolyabb hat régészeti projekt, amikor 50 körüli számú fémkeresős jött össze, és velük kezdtük el kutatni a területet. Miért fémkeresővel? Ugye egy 500 évvel korábbi ütközetnek a nyomai, amik általában a csata közben elszorodott tárgyak, illetve speciális esetekben lehetnek különböző földművek vagy egyebek is. Ezek közül a tárgyak felkutatásában a fémkereső műszer az egyik legalkalmasabb, mivel általában fémtárgyak maradnak meg ennyi idő alatt, főleg a mi környezeti körülményeink között. És hát nem csak, hogy elkezdtük összegyűjteni a tárgyakat, hanem térképezni. Tehát minden egyes tárgy, amit összeszedtünk, azóta olyan 9000 és 10000 között van a tárgyak száma. Ez mindegyike az pontos koordinátával rendelkezik, tehát fölvihető térképre. Ami azért is jó, mert ez alapján le tudunk határolni egy területet, ami belül zajlott ütközet. Most ezt elkezdtük akkor, először a falunyomot, környékét kutattuk, azóta viszont elmozdultunk erről a területről. Van egy ilyen központi magjának a 60 négyzetkilométernek, amiről beszéltem, ez nagyjából a mai Nagynyárád, Sátorhely, Udvar és Majs közötti, hát nagyjából egy ilyen 20 négyzetkilométer, ami egyébként azért is érdekes, mert azért a legtöbb, vagy a csatarekonstrukcióknak a nagyon nagy százaléka ezt a területet érinti. Vagy így, vagy úgy, de erre mindenki gondolt. Ott tart a történet most, hogy ennek egy olyan, ebből a 20-ből egy olyan 12 négyzetkilométert már vizsgáltunk. A projekt az ennél szélesebb, mint hogy Janus Pannonius projektje lenne egyébként.
Van együttműködő partnerünk, akikkel már tehát szerződésben is állunk, az egyik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, onnan hallgatók, műszerek, kollégák jöttek eddig segíteni, illetve a utóbb, mivel hogy vannak bizonyos elképzelések, miszerint Horvátországról is szóba jöhet, vagy a csata egészét, vagy részét tekintve, sikerült fölvennünk egy elég hosszas küzdelem után a Eszéki Régészeti Múzeummal a kapcsolatot, egy másfél éves próbálkozás során, amire Szajcsán Éva kolléganőnknek, aki a kormányhivatal munkatársa és tud horvátul, nagyon sokat köszönhetünk. Horvátul írt levelet, akkor válaszoltak az angol nyelvű levelekre, nem? Ilyen egyszerű volt végül is. Bevontuk őket is, és most már tavaly előtt ősztől kezdve közösen kutatunk a horvát kollégákat, tehát a horvát kollégák is átjönnek hozzánk fémkeresőzni, illetve most már két alkalommal mi is voltunk horvát területen. És hát két területet most már ki is tudtunk x-elni az elképzelések közül, mert eddig csatanyót nem találtunk rajtuk. Persze még mindig van terület, amivel foglalkozunk el. Tehát emellé volt egy másik projekt, amiből túl sok részletet nem akarok mondani, de lényeg, hogy itt lévő például Varga Szabolcsunk is részt vett benne. Ez először még az akadémiai kutatóhálózat, aztán Eötvös Loránd kutatóhálózat, illetve a Pécsi Tudományegyetemnek volt a projektje, aminek keretén belül születtek elsősorban történészi munkák, amik meglehetősen jól átámasztják, kiegészítik azokat a terepi kutatásokat, amiket mi végzünk, például Földvárfalú helyének az azonosítása kapcsán. Tehát ezt azért mondom el, mert ez is egy olyan irány a kutatásnak, ami most viszonylag recens és újjá élet Mohácsa kapcsolatban. Hogy miért érjett újjá, azt nem annyira nehéz megfejteni, ugye 1526, 2026, eddig közel van az 500. évfordulója a csatának, és hát ez adta itt az utóbbi időben a lendületet a különböző tevékenységeknek az ügyben. És hát egy dologról még talán beszélnék, hogy mi az a Mohács 500, ami most így fordulódik keresztül kasul mindenféle irányokban, sajtóban itt-ott. Úgy lett Mohács 500, hogy valamilyen szinten, hát mi egy ilyen analiszindikalista közösség voltunk, akik ezt a Mohácsot csináltuk, tehát igazából nem nagyon volt formája a dolognak. Kutatók jöttek, akiket érdekelt, belekapcsolódtak, foglalkoztak vele, van, aki már abba adta ezt, van, aki most csatlakozott bele. Tehát nem volt egy ilyen megfogható dolog ez, amit mi csináltunk, és hát ezt nagyon nehéz volt prezentálni különböző helyeken. És hát erre jött egy ötlet, hogy hát nevezzük magunkat Mohács 500 kutatócsoportnak, az mégiscsak egy ilyen valami, amit így ki lehet rakni a PPT-be, meg lehet vele jelenni valamilyen formában. Aztán ez egy ponton transformálódott a Mohács 500 csata és hadszintér kutató egyesületté, tehát szervezeti, jogilag is megfogalmazható formát öltött, mert úgy tűnt, hogy ez lehet egy irány. És ennek van is eredménye, mert hála egy-két ilyen aktív tagunknak azóta már két pályázatot is nyert az egyesület, ami elsősorban mondjuk a tudásnak a disszeminációjáról szól, tehát ilyen különböző családi napok, egyebek zajlanak, viszont ezt valamilyen szinten vissza tudtuk forgatni a kutatásba is. Lehet így mondani, összeszerveződött a kettő, mert azt el kell mondanom, sajnos így van, hogy a múzeumnak a terepi kutatásaihoz különösebben finanszírozása az eddig nem volt, nagyobb volumenű. Ezek a kisebb pályázatok voltak, illetve nagyon erős az önkéntes vonal benne, tehát a fémkeresős kollégáink, illetve a múzeumi kollégáink is általában a hétvégén vannak kint, és saját szabadidejüket áldozzák, illetve saját üzemanyag saját költségen jönnek a fémkeresősök is legtöbbször. Például ezen tudtuk segíteni ez a Magyar Folk programos pályázatokkal, hogy azt meg tudtuk oldani, hogy szállásuk, étkezésük az valamilyen szinten fedezve legyen. Tehát itt tart ez a dolog, és hát ezzel párhuzamosan indult el a dr. Hargita János képviselő úr, illetve miniszteri biztos úr kezdeményezésére egy Mohács 500 program, ami igazából nagyon részlegesen van átfedésben azzal, amit mi csinálunk. Amennyire én most tudom, ez inkább Mohácshoz kapcsolódik, és van egy kormányhatározat tervezet, ami már volt, hogy megállt, most úgy tudom újraindult. Ebben a tömegsírfeltárás mindenképp szerepel, és talán a csatatérkutatás is, de nem ez a fókusz a dolognak. Még egy-két perc van, vagy? Tehát annyit akartam csak mondani, hogy ugye van ez a csatatérkutatás, erről beszéltem többet, de ezzel párhuzamosan megkezdődött a emlékhelyen található egyik tömegsírnak a feltárása is 2020-ban,
Ez egy független kezdeményezés volt, egy szintén együttműködő partnerünk egyébként a Duna-Dráva Nemzeti Park kezdeményezte. Az ő elsődleges céljuk az emlékhelynek a megújítása, színvonalának emelése, és hát ennek kapcsán gondolták azt, hogy kezdeményezik a tömegsírok. Ez még nagy tervek voltak, hogy mind az ötöt feltárni, aztán szépen lassan zsugorodott. Jelenleg úgy néz ki, hogy egyet teljesen feltártunk, tehát ki vannak emelve az emberi maradványok, a Szegedi Tudományi Egyetemen vannak éppen vizsgálat alatt, illetve ha összejön ez a bizonyos finanszírozás, akkor még egy tömegsír feltárás az esélyes ebben a kérdésben, ez a legkisebb, a négyes számú sír lesz valószínűleg. És hát meglátjuk, hogy az 500. évfordulóra mit hoz a jövő. Ha nem kapunk semmilyen finanszírozást, mi akkor is folytatjuk, meglátjuk, meddig jutunk el, kis pénz, kis foci. A nagy pénz akkor egy kicsit komolyabban tudjuk végezni a munkánkat. Én azt tudom elmondani, hogy ha tudunk némi erőforrásokat fordítani, azt biztosan meg fogjuk tudni mondani, hogy hol volt a mohácsi csata, illetve az egyes eseménye hol zajlottak, mert ez egyszerűen kizárásos alapon, ha végig tudjuk kutatni a területeket megfelelő sűrűséggel, akkor ki fog derülni, hogy hol van ütközetnek nyom, és hol nincs. Egyelőre egy ilyen van, ez a mohácsi helyszín, elméletileg lehetséges még másik, és akkor újra kell gondolnunk a dolgokat, hogy össze kell hasonlítanunk ezeknek az anyagát. És a kötet az jelen pillanatban ennek egy csúcspontja, ennek a Mohács köré küzdő kutatásoknak. Az előzőben, amit szintén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatására, illetve az Ozi, bocsánat, a Martin Opitz kiadó gondozásában került ki, az jobban koncentrált a mi terepi munkáinkra, illetve a Mohács 500 egyesületnek a dolgaira, bár nyilván ott is voltak más tanulmányok. Itt egy kicsit tágabb körben van a szerzőknek a köre is, és a csatához kapcsolódó tanulmányoknak is a spektrum a szélesebb. Úgyhogy én gondoltam mondani. Van-e még valami kérdés, vagy nem tudom? Mert ez nem konferencia. Igen? Szeretnék valamit kérdezni, hogy az újságíró vagyok, és nem régen kellett foglalkoznom azon a papírrel kötetlen betekintést kaptam itt a helyismeretnél. Nagyon érdekes volt, nyilván most nagyon sok új dimenziót itt is megtudunk. De várható-e még valami hatalmas áttörés, nem tudom micsoda, de előkerülhetnek-e még olyan dolgok, amiről eddig sejtésünk is alig volt? Hát ezt a régészet az olyan kicsit a kaparós sorsegy, hogy így vagy találunk valamit, vagy nem. Én azt gondolom, hogy olyan hihetetlen nagy, nem tudom milyen újdonságot ebben az értelemben nem nagyon váratunk, bár mivel hogy régészeti leletek bármi lehetnek, bármilyen típusú tárgyak lehetnek, előkerülhetnek esetleg olyan személyes tárgyak, amit valamelyik szereplőhöz tudunk kötni, de ez nagyon elméleti szíkon képzelhető el, tehát ha ez érdekesnek minősül. A érdekes az inkább az lesz, hogyha a tömegsíroknak megvan az antropológiai feldolgozása, ott egy kicsit kinyílik a dolog, de többet fogunk tudni mondani arról, hogy kik voltak az ütközetben, össze tudjuk vetni a források adataival. Az abszurdum még akár mai leszármazottakat is lehet azonosítani, hogyha genetikai vizsgálatokat is tud végezni a Szegedi Egyetem. Tehát ott elég sok érdekeset hozzá lehet még tenni. A csata kapcsán meg tényleg a lehetőleg gyűjtésén van a hangsúly, de jó lenne természettudományos vizsgálatokat is még végezni, mert vannak bizonyos földrajzi jelenségek, amiket jó lenne egy kicsit részletesebben ismerni, például a dombok és a Duna között lévő borzapatak medre, ott milyen leletanyagot találtunk. Ha az én elképzelésem igaz, és a Brodalisnak a szövegem szerint, mert balra tőlük volt egy sásos, mocsaras, vizes terület, és ott később sokan meghaltak, akkor ha van hely, ami esélyes arra, hogy valami komolyabb tárgyi emlékeket találjunk, ne adj Isten a mocsárba belefulladt katonát, és mondjuk esetleg még rajta vannak dolgok, de ez még lehet egy elméletileg egy érdekes olyan lelettípus, ami eddig nem rendelkezik. Mert azt el kell mondani, tehát amit találunk mi, az alapvetően tényleg a reszlinek a reszlie. Mert a csata után is nyilván legyűjtötték a területet, az értékes dolgokat összeszedték, a katonák, a sereget követő fél civil, fél katona társaság is, és hát azóta eltelt 500 év. Tehát a terület erősen le van rabolva, nekünk a maradéka van. És de van egy-két ilyen pont, ahol esetleg még érdekesebb dolgok ilyen ténképpen előjöhetnek. Hát az lehet még egy érdekes dolog, ha találunk még egy csata helyszínt az eddig nem vizsgált területeken. Én ennek egyre kisebb esélyt látom, de elméletileg előfordulhat, akkor meg kell állnunk és végig kell gondolni, hogy akkor valójában mi is történhetett, vagy hogy is történhetett. Persze az is elmondható, hogy persze találunk egy csata helyszínt, az a lehetanyagát kell megnézni, mert voltak itt még összeütközések az oszmán korban, tehát
másik csatának a nyomát is megtalálhatjuk, vagy ütközetnek. Össze kell hasonlítani a leleteket. Amit mi találtunk most, ott egyre több jel utal arra, hogy ez a 16. század eleje. Egyet tudunk mondani a lehetanyag alapján, főleg most a legújabb lehetek alapján, mint tűzfegyvereknek a maradványai. Ezek már a formai dolgaik alapján egészen jól beköthetők. Tényleg a 16. század első harmadában mondjuk. Tehát ha ebből még találunk többet, ez több szempontból is jó, egyrészt erősítenek a helyszínek a keltezését, az azonosítását, és hát ha összejön az a bizonyos kiállító hely az emlékén, akkor oda is egy látványosabb lehetőanyagot tudunk meg kitenni. Úgyhogy összességében én ezeket látom, az ilyen nagyon szokásos és kedvenc kérdések, mint hogy a király hol halt meg, meghalt-e, megölték, nem ölték meg. Hát én magam részéről azt szoktam mondani, hogy ez nem egy régészeti probléma, mert a király lovának a patanyomát nem fogjuk megtalálni, ami a Cselepatak partjába belenyomódott, és a királyt pedig elvitték, tehát a sírját sem fogjuk valószínűleg megtalálni. És úgy látom a történeti értékelésekből is, hogy amúgy ezeknek sincs nagyon egy olyan kimenete, hogy biztosan meg fogjuk tudni, hogy melyik volt az igaz, valamelyik irányba tudjuk elvinni a dolgot. Én nem tudom, mi lehet még olyan, ami ebből a kapcsolatban izgalmas. Tovább lehet lépni, volt ilyen ötlet, hogy a maróti csatát is lehetne kutatni, például, ami nem itt volt. Na jó, köszönjük. Megköszönöm Bertó Gábor igazgató úr felvezető gondolatait, amik azt hiszem, hogy nagyon jól kontextusba helyezték kutatásmódszertani és szervezeti szempontból is mindazt, amiről a nemrégen megjelent, egészen pontosan tavaly december 6-án megjelent tanulmánykötet is szól. Erről fognak most beszélgetni Gőzsi Zoltán igazgató úr, Szabó Máté régész és Varga Szabolcs történész a kötet szerkesztője, a kötet egyik szerkesztője pontosabban. Igen, a felvétel miatt igen, mindenképpen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nem veszem át a moderátori dolgokat, tényleg akkor át is adnám a szót, jobbra mutatva Máténak. Könnyen lepasszolták a labdát. Örültem, amikor Szabolcs megkért, hogy vegyek részt ebben, és mindenképpen olvassam át rendesen a kötetet, és foglalkozzak vele, már csak azért is, mert mint szerző kimaradtam ebből az egészből, nem volt rá időm, hogy én írjak bele. És nagyon jó volt látni, hogy ez a kötet irány, ez nem hal meg. Mert volt az Eke mentén csatanyomában kötet, ami nagyon hasonlóan néz ki, és ugye, ahogy Bertó Gábor is elmondta, kiadó is, a többi szempontból is vannak átfedések, ugyanakkor ennek a kötetnek a létrejöttében hatalmas szerepe van Szabolcsnak, aki összetartotta, összeszervezte ezt az egészet, és talán ebből is, vagy ennek is a leképződése az, hogy egy színesebb kötetről van szó, tehát kevésbé csak mondjuk a régészettel foglalkozik, hanem sokkal inkább más tudományterületek is megjelennek benne. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye szóba került egy másik kutatócsoportnak, a régi MTA-PTS kutatócsoportnak a sok-sok kötete is, ami Mohácssal kapcsolatban megjelent, és rosszabb esetben is azt lehet mondani, hogy nagyon jó, hogy vitát generált sok olyan kérdésben, amiben a különböző szakterületek azt mondták, hogy ez már lejárt lemez, de nagyon fontos, hogy ezek a kötetek, én úgy érzem, nagyon fontos, hogy ezek a kötetek évről évre kijöjjenek, és hogy a benne levő anyagok teret nyerjenek, hiszen ez a sokrétűség, sokszínűség mutatja azt, hogy Mohácsnak a kérdését mennyire komplex módon lehet vizsgálni. Tehát én például, hogyha régészeti szempontból nézek rá erre a kötetre, akkor egyik oldalról azt mondhatom, hogy jaj, de jó látni benne például a tömegsírfeltárásnak az előzetes képét, és ennek kimondottan az antropológiai szemszögű képét, és hogyha az egész kötetet néznénk, akkor kicsit szomorú vagyok azért, hogy nem kerülhetett mellé a régészeti rész, ami ugyanakkor a Gáboréknak a tollából, tehát hogy több szerzősen a Magyar Régészet online folyóiratban magyarul és angolul is megjelenhetett, tehát mindennek a feltárásnak a régészetmódszertani anyagát, az előkerült régészeti leleteknek a jellegzetességeit azt ott meg lehet találni. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt. Ugyanígy régészeti oldalról például Pánya Istvánnak benne megtalálható egy olyan tanulmánya, ami kicsit távolabbról közelít Mohácshoz, hiszen a Dunának a túloldalán levő korba illeszkedő útvonalakkal, településhálózattal foglalkozik, mégis nagyon jól mutatja azt, hogy nem lehet mondjuk egy Mohács kérdést úgy szemlélni, hogy az egy 60 négyzetkilométeres terület, hanem annak van fellevonulási útvonala, van környező település hálózata, van mögötte egy birodalmi stratégia, amiben valahol itt ütközik össze egy másik féllel.
Tehát ez is nagyon jól szemlélteti azt, hogy mondjuk az előkerülő éremkincseket, azt hogy tudjuk pontosan térképre tenni, és hogyan tudjuk értelmezni a dolgot. És ugyanígy, hogyha csak a régészeti részt szeretném hangsúlyozni, akkor számunkra nagyon fontos a tájrégészeti kutatáshoz az, amit a hidromorfológusok, geomorfológusok letesznek az asztalra, és egy kicsit segítenek térbe, környezetbe helyezni azt az ütközeti helyszínt, vagy az egykori település struktúrát, annak a természetföldrajzi hátterét. Tehát nagyon jó látni azt, hogy ezek a dolgok itt helyet kapnak, mind a mellett, hogy természetesen ugye történészi, vagy akár ugye teljesen más oldalról is láthatók benne tanulmányok. Úgyhogy én mindenképpen boldog voltam, hogy ez a kötet megjelent, és én nagyon remélem, hogy lesz ennek ugye folytatása is, tehát hogy Szabolcsban meg lesz a lendület, hogy ez folytatódhat tovább. És nyilván majd beszélgetünk róla a későbbiekben, hogy amiket én felvázoltam, és mondjuk régészeti szempontból érdekesebbek lehetnek, azok hogyan illeszkednek a többi területhez, vagy hogyan lehet ezt az egészet ugye komplex módon kezelni, nézni. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ennek a kötetnek a bemutatóján. Én is igyekeztem alaposan végigolvasni, és hát ilyen különböző gondolatok fogalmazódtak meg bennem, mert mindig örül az ember, ha egy könyvet tart a kezébe, főleg, hogyha tartalmas is. Nekem van egy benyomásom erről, és azért is, de nekem mindenképpen szimbolikus ez a kötet, mert szép a címe, mindenképpen gratulálok. Az egyetlen kritikus megjegyzés, ami a szimfónia, az sok mindent jelent, összhangot is, meg ilyen együtthangzást is. Az együtthangzás az megvan ebbe a kötetbe, annak nagyon örültem, és szerintem már az azért megéri. Az összhang nem mindig, de egy irányba hat, tehát hogy ez már mindenképpen pozitív, és akkor zárójelet bezárva, főleg azért, mert én nagyon örültem, és számomra szimbolikus ez a kötet más szempontból is. Van egy impresszióm, és az már örömteli, hogy Magyarországon a tudományos életben van egy csapat, egy csoport, akik együtt dolgoznak, összhangban, egymást kiegészítve, és hát ülök különböző minőségbe itt, de annyit egy személyes megjegyzés, hogy barátként is ülök itt, és hát nagyon sokat hallom a Szabolcsot erről a témakörről évek óta beszélni, megnyilvánulni, és hogyha van hivatás, meg van elhivatottság, ami az a Szabolcsnál megvan, és ennek a csoportnak is megvan, és nekem ez egy csodálatos dolog, hogy ők együtt tudnak dolgozni, már ez is egy szimfónia. A másik a tradíció, ami nekem nagyon szimpatikus. Én levéltár igazgatóként interjúkat készítek most már egy fél éve a nyugdíjas kollégákkal, és az a tapasztalatom, hogy ez azért fontos, mert nagyon sok ember hozzátett már a tudományhoz, egy intézményhez, amelyek úgy elhalványulnak, és ez mindenki felé egy kötelességünk, hogy a régieket is megszólaltassuk. És ezért is szimbolikus ez a kötet, hogy amit a Gábor említett, hogy volt egy Szűcs József, aki nagyon izgalmas módon elkezdte a 40-es években ezt a kutatást. Ez is történészként érdekes, hogy őt még az a ETE igazgató beszéli rá, aki 1948 után nem tudjuk miért, de leáll ezzel a Mohács kutatással, de ennek lehetnek különböző okai. Viszont ő neki nem mondja a Szűcs Józsefnek, hogy álljon le, tehát ő egy hidat képez. De hogy van egy Szűcs József féle kutatás, van egy Négyesi Lajos féle kutatás, és ti tudtátok integrálni ezeket az embereket. Tehát úgy van, én azt gondolom, hogy egy tudományos kutatásnak egy alappillére, hogy tud a régiekhez nyúlni, fel tudja dolgozni, fel tudja vállalni az ő eredményeiket, és nem úgy tekint magára, mint egy tabula rasa, aki megmondja, hogy eddig minden rossz volt, majd én megmondom, hogy erre is van sajnos példa, lehet, hogy a Mohács környékén is van, de hogy nekem ez mindenképpen egy pozitív dolog, hogy a tradíciókkal is tudtatok élni. Az is nagyon szimpatikus, hogy van ennek a kötet, ez a kötet mutatja, hogy van koncepciója ennek a csoportnak. Ez a kötet, ahogy a neve is mutatja, szimfónia, és azt akarja, hogy egy nyitás akart lenni a Szabolcs részéről, a Szabolcsék részéről, hogy lehet, hogy megyünk előre a források révén, de hogy azért itt lehetnek más módszerek, más eljárások, más szempontok, hogyan lehet nyitni mondjuk az interdisziplinaritás szintjén, hogy más tudományágakat megkérdezni, és nem is biztos, hogy olyan konkrét választ kapunk. Tehát azért volt érdekes ez a kérdés, hogy tehát ez a Mohács kutatás, ez nem olyan, mint egy kalambó, hogy a végén tudjuk, hogy kalambó úgyis elkapja. Tehát ott lesz, megmutatja, itt van Lajos, itt volt a csata,
Ez egy olyan történet lesz, aminek nagyon sok vége lehet, de mindenki nyugodtan föltetje a kezét, hogy megtettünk mindent, hogy leleplezzük, amit le kell, vagy megtaláljuk, amit meg kell találni. És ezért nem is biztos, hogy olyan látványos lesz a vége, hogy Kalambó a végén rágyújt egy szivarra és elmegy, hanem de mindenképpen örömmel fogunk szerintem elmenni, vagy megnyugvással. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy ez a koncepció a kötetnél, hogy más tudományágakat bevonni, és nagyon izgalmas megközelítések érkeztek, és nagyon okos összefoglalások. Tehát nekem az is nagyon fontos volt, nekem a Négyesi Lajosnak az összefoglalása, a tudományos tradíciókat, hogy rétegződött, a Kolutác Andreának az összefoglalása, hogy a múzeumok mit kezdtek ezzel a kérdéssel, hogyan dolgozták föl. És van egy negyedik, amit akartam még, ami számomra nagyon fontos volt, és hogy olvasgattam ezt a könyvet, úgy éreztem, hogy ez lesz a Kalambó a végén, hogy nem Kalambó fog megjelenni a végén nyugodtan, hanem egy ilyen Clio megjelenik ott, és mások, és hogy van egy morális szempont, hogy ennél többet nem adhat ez a kutatás, mint hogy a morális igazságot tenni, mint egy ilyen Antigone Kreón történetben, hogy eltemessük ezeket az embereket rendesen, és hogyha már ez megvalósul, akkor ennek a Mohács 500-nak azt gondolom, hogy minden eddiginél nagyobb eredménye lehet. Ugye ezt mindenképpen szerettem volna így elmondani a kötet kapcsán, hogy szerintem egy jó csapat jó irányba megy, és azért örülök ezek az intézményközi együttműködéseknek, hogy ennyi kiváló kollega összedolgozik, történeti, régészeti, és más szempontból is, most már interdisziplinárisan is. És akkor, hogy kérdezzük a Szabit, én nekem van egy olyan első kérdésem, hogy te elégedett vagy el mondjuk a kötet kapcsán, hogy 2026-ra gyúrunk, hogy időarányosan jó helyen állunk-e, vagy te hogyan értékeled ezt az utat, ami most megindul? Nagyon szépen köszönöm. Válaszolok a kérdésedre is, de tényleg csak pár mondatban, hiszen én ülök itt, én vállalom föl ennek a kötetnek most minden előnyét és hátrányát, de azért ez a kötet ez nagyon sok emberen múlt. Először is a maga a szerkesztés, a tipográfia, az a Baranya megyei levéltárban dolgozó, szintén barát Vértesi Lázár munkáját dicséri. Ez a kötet nem jött volna létre, először is a Dunadráva Nemzeti Park biztatott bennünket, hogy lesz majd valahogy forrás ennek a kötetnek a megjelenésére, aztán ez elúszott, ez a kötet ez ilyen bizalmi alapon elkészül, ha úgy tetszik, funny projektként, amiben a szerzők egy részével én nem is találkoztam soha személyesen. Csak e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot. Mindenféle ellentételezés nélkül írták meg és készítették el ezt a tanulmányt, a saját munkájukat, azzal, hogy ők meg abban bíztak, hogy valahogy meg fog oldódni a kötet megjelenése. És itt lép be Gábor, illetve Türk Attila nevét kell megemlíteni a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, aki egy saját kutatási programjába illesztve biztosította a finanszírozást, illetve a kapcsolatot a Martin Opitz kiadó felé, ahol pedig Bertók Krisztina az, aki a kötetet pátyolgatta egészen a megjelenéséig. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az Eke mentén című kötetnek ez lett egy második része. És őszintén szólva a tudomány, hogy mit tehetünk bele, ezek fillérekről beszélünk most, ha arról van szó. Tehát akár az Eke mentén kötet, akár a Mohács szimfónia, azok majdnem, hogy egy ilyen civil vállalkozásnak köszönhetően készültek el. Ezek mai magyar viszonyokban apró pénznek számítanak. Ebből kifolyólag én azt merem mondani, azt látva, hogy hol, ki, milyen témával foglalkozik, és mindenkinek van évente elkészülő részeredménye, ezért is Mohács szimfónia egyébként a cím, a sokszínűségűt akartuk ezzel bemutatni. Az én fő szempontom az volt, hogy ne vesszenek el ezek a különálló kutatások, amiről ismeretem volt, vagy hallottam valahonnan, hanem tényleg jelenjenek meg, legyenek részei annak a Mohács kánonnak, ami folyamatosan bővül. Ha évente egy-egy ilyen kötetet össze tudunk hozni, és megjelent, akkor azt gondolom, hogy 2026-ban legyen bármilyen klíma is a Mohács 500 körül, nem lehetünk elégedetlenek, mert amit a szakma önerőből meg tudott tenni, azt megtette. Úgyhogy én optimista vagyok egyébként. Én azt látom, hogy már a következő kötetre
a vállalások révén, az ígéretek révén egy legalább ilyen, hanem jobb színvonalú kötet várható újabb eredményekkel, nem csak a történettudomány, de régészet, antropológia, földrajztudományok, vagy éppen irodalomtörténet tekintetében. Tovább mennék itt a kötet kapcsán, kérdés, hogy volt-e olyan irány, disziplináris irány, tematika, kérdéskör, amitől a vártnál mondjuk többet kaptál, és hogy ne legyünk negatívak, arra nem vagyok kíváncsi, mi az, amitől kevesebbet. Tehát volt, amitől többet kaptál, mint vártál, és hogy lennének-e olyan irányok, résztémák, amiket úgy egy következő kötetben megszólaltatnál? Azért nehéz kérdés, mert az volt az alapvető szempontom, hogy véletlenül se telepedjen rá az én érdeklődésem erre a kötetre. Mert hogy ez óhatatlanul könnyen megtörténik, történészként, történettudomány felől érkezve, nagy volt a kísértés óhatatlanul eltolni akár ezt a kötetet is, valahogy a történettudomány felé. De pont ha csak a történettudományra koncentrálunk, akkor biztosan, mint a macska a farka körül körbejárunk, mert ha megoldható lett volna Mohács legtöbb ma is futó kérdése a történettudományban, akkor már megoldották volna. Nem került elő szignifikánsan több történeti forrás az elmúlt 50 évben, ami alapvetően átrajzolta. Került elő az elmúlt pár évben is egy-két olyan történetírói töredék, amit be lehet illeszteni ebbe a kánonba. Mond újat! Ez izgalmas. De akkor sem annyi, hogyha nem figyelünk a régészetnek, az antropológiának, a múzeológiának, a földtudományoknak, vagy akár az éghajlatkutatásnak az eredményeire, akkor nem fogunk tudni előbbre jutni. Én nagyon örülök például Kis Andreának a tanulmányára, hogy elkészítette, szerintem nagyon fontos, hiszen akkor a Mohácsi csatáról indul egy előadás, akkor majdnem, hogy ilyen nagy igazságként kimondjuk, hogy persze akkor kis jégkorszak volt, és sok eső esett. És a tanulmányt végigolvasva, hát ez ennél jóval bonyolultabb. Tehát amikor, hogy ezt így, ezeket a nagy általános kijelentéseket, amik már évtizedes, hanem évszázados megrögzött kánonra mennek vissza, azt gondolom mai tudós fejjel ezeket kell félretenni, és mondjuk, hogy igen, hallottunk róla, tudjuk, de most nézzük meg ezeket az igazságnak tűnő dolgokat alaposabban. És szerintem nincs az a résztudomány, amiben ne tudnánk beljebb menni, mint ahogy Andrea cikke alapján például most akkor az 1520-as éveket hogyan kell elképzelni a Kárpát-medencében, mit mondhatunk az éghajlatról, vagy Varga Anna tanulmányából, hogy akkor milyen is a dunamenti ártereknek az őstölgyes, ligetes vidéke, amilyen lehetett a Mohács mellett, ha már földrajzról beszélünk, igenis akkor erről kell, hogy beszéljünk. És hát történettudomány, mindenki tudja, hogy Szapolyai elárulta a királyt, és direkt nem jött. Aki meg másképp gondolja, az meg azt mondja, hogy persze, ez az egész egy Habsburg ármány. És ha megnézem az 1526. szeptemberében első beszámolók, csatából túlélők beszámolói arról, hogy mi történt velük, már ott van Mohács, vagy Szapolyai árulása a szövegekben. Mindez csak arra adalék, hogy az, amiről már azt gondoltuk, hogy egyszer nagyon jól tudtuk így, aztán nagyon jól tudtuk úgy, hogyha újra végigmegyünk, belemegyünk újra az eredeti szövegekbe, akkor más szemmel is tudunk ránézni. Szerintem most az a fontos, hogy ne legyenek beidegződéseink, és ne egy elképzelt célt akarjunk elérni, hanem legyünk nyitottak mindenkinek a kutatási eredményére, meg kérdéseire, akik Mohács kapcsán megnyilvánulnak. Annyit, hogy ez az is, azzal egészíteném ki, hogy Szabolcs nem mondja ilyen szerénységből, hogy ennek a kutatócsoportnak a identitása a Mohács iránti elköteleződés, elkötelezettség, de a másik a szakmai alaposság. Tehát ez a csoport, akár a régészeti, akár a történetudományi szempontból annyival tesz többet hozzá, hogy nagyon fontos adattárak készülnek, nagyon fontos a források újraértelmezése, és ez a kötet is ilyen szempontból kiváló, csak éppen hadd dicsérjem meg a Szabolcs tanulmányát, aki a Brodarics és az Istvánfi szövegeket veti össze, hogy, és ez nagyjából minden tanulmányra érvényes, hogy úgy dolgoznak, hogy pontról pontra
lehet haladni az ő segítségükkel, és így minden lépés megalapozottnak tűnhet. Ezért nagyon fontos, hogy itt egy olyan kutatási bázis jelenik meg, amelyek szakmailag fontosak. Tehát nem csak arról van szó, hogy nyitottság van, tehát van egy ilyen kontroll is ebbe a nyitottságba. Inkább annyit, hogy reflektáljak erre, mert igazából szerintem ami nagyon lényeges, akár ebbe a kötetbe, akár ugye az Eke mentén kötetbe, hogyha már kezdünk sorozatban gondolkodni, hogy nekem egyértelműen az látszik belőle, hogy az egyes tanulmányok nem akarják megmondani, hogy pontosan mi történt, pontosan hogy történt, hanem mindenki csak a saját pici szerepét vállalja belőle, és azt a pici szerepet is úgy vállalja belőle, hogy tudja, hogy lesz egy jövő év, meg lesz egy 3 évvel későbbi, aztán meg lesz 26 után is élet. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, vagy nem feltétlenül fogjuk tudni megválaszolni az összes kérdést. Viszont, hogyha valaminek nekiállunk, akkor azt a pici szeletet azt próbáljuk meg úgy körüljárni, hogy az egy vitaképes dolog legyen. És ez látszik szerintem a tanulmányokból is, hogy aki valamihez hozzáfogott, és tényleg itt nagyon szerteágazó, tehát itt egyáltalán a kutatás módszertanról, ha beszélünk, akkor benne van, hogy a Drusza Tamásnak például a cikke, ami ilyen szempontból egy kicsit a partoldalról szól bele a Mohács kutatásba, és habár egy kicsit bonyolultan, de mégis nagyon-nagyon jó az a kritikai szemléletmód, amiben végigvezeti, hogy hogyan kellene eljutni A-tól Z-ig úgy, hogy ne kerüljünk bele saját buktatóinkba, vagy a prekoncepcióinknak ne legyünk áldozatai, és a többi, hiszen ami szerintem ebben az egészben még egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz dolog, hogy mindannyian, akik benne vagyunk, vagy akik kívülről szemléljük, de a saját szubjektív világunkba próbáljuk értelmezni Mohácsot, és ugye nagyon sokszor, nagyon sok helyen elhangzik az, hogy a Mohácsnak az értelmezése az mindig egy ilyen aktuál politikai, és tényleg mondom a saját életünkhöz is kapcsolódó, vagy tragédia, vagy pedig belőle valamilyen erőt merítő próbálkozás akar lenni. Tehát nagyon lényeges kérdés az ezeknél a cikkeknél, ezeknél a megszülető munkáknál, hogy próbáljanak szerintem is kicsik maradni, és ez ilyen oldalról szerintem nagyon jól végig követhető benne, hogy mindenki a saját területében van otthon. Nagyon fontos, amit Máté mondott, hogy mindig más és más, de a reprezentációban is változások vannak, minden korszak máshogy láttatja a Mohácsi csatát, és nagyon izgalmas volt Kolutác Andrea, hogy összegyűjtötte, hogy a Mohácson hogyan valósultak meg kiállítások. És volt egy nagyon emblematikus a 450 éves 1976-ban, ahol egy kiváló régészek, történészek együtt létrehoztak egy kiállítást. Én az lenne a kérdésem, hogy Szabos, te azért ismered ezt a 76-os anyagot, hogy te azt, hogy értékeled, és az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen hipotetikus kérdés, hogy 2026-ra te milyen kiállítást vizionálnál Mohácsról? Grandiózusat. De az 1976 az egy, most, hogy akár Andrea cikke alapján, ami ebben a kötetben jelent meg, akár az ezzel kapcsolatban már korábban publikált szövegek kapcsán, akár a hozzám frissen eljutott, de 76-ban készült tudományos ismeretterjesztő film, amiben egymás mellett ül Szakály Ferenc és Perjés Géza, és kín vannak terepen, és olyan dolgokat mutatnak be, amik akkor nem lettek lepublikálva, most meg újra megpróbáljuk feltalálni a melegvizet, például a partoldal erózióval kapcsolatban. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem visszanyúlni az előzményekhez, mert itt már vannak, már csak tisztelet okán is, de hogy ne kelljen még egyszer feltalálni azt, amit már az elődök megoldottak, ez szerintem egy kardinális kérdés, illetve lehetősége is a 2026-ra való készülésnek, akár múzeológiai szempontból. Ebből egy országos ügyet csináltak. Azt látszik, hogy tényleg több tudomány ág összefogott. A régészek mellett tényleg történészi munka, hadtörténészi munka jelen volt, légifotókat használtak. Tehát, hogy tényleg abban a korban nagyon modernnek tűnő technikát, vagy nagyon modern technikát használtak azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, amik minket is foglalkoztak.
kapcsolatot. És lehet azt mondani, hogy ez a 70-es évek valójában milyen volt a magyar politikában, de 1976-ra ez az emlékhely megvalósult. Az öt tömegsír ismerté vált benne, és az akkori felfogás szerint, de hogy az egy nagyon összehangolt munkának, kormányzati támogatásnak, megyei párbizottsági támogatásnak, akadémiai támogatottságnak kellett mögötte állnia, hogy úgy 1976. augusztus 29-ére ez megszülessen. Természetesen ez a saját korának a gyermeke volt, ha megnézzük az emlékhelynek a kialakítását, szimbolikáját, hogy a Vadász Györgyék oda mit vizionáltak, és ezért is izgalmas, hogy Négyesi Lajos szintén a kötetben olvasható tanulmányában ez beleilleszti egy hosszabb folyamatba, hiszen már 1926-ban Mohács városában tervek születtek arra, hogy hogyan kell a város szövetébe, a város térszerkezetébe beilleszteni a mohácsi csatával kapcsolatos emlékhelyeket, amikor még nem találták meg a tömegsírokat. Ha nem találják meg, akkor valószínűleg akkor minden máshogy lett volna, mert akkor a mohácsi fogadalmi templom lett volna a központi kegyeleti hely. De ha úgy, hogy 1960-as évek elején, aztán 75-76-os munkák során előkerült a ma ismert öt tömegsír, ez olyan szinten lehorgonyozta magyar történelem egyik legfontosabb emlékezeti helyét, amelyik addig lebegett valahol a síkon, és ezért nagyon fontosnak tartom a tömegsírok fix jelenlétét, és azt is, hogy most a Pálffy György szegedi antropológus és csapatának vezetésével az antropológusok és régészeknek köszönhetően egy tömegsír feltárása úgy elkészült, ahogy ez 1976-ban sem történhetett meg. Ebben mindenképp többet tudunk is. Milyen bölcs dolog volt akkor nem fölszedni a sírokat, mondván, hogy nincs meg az a technikai tudás, az a tudósi háttér, hogy ezzel ne veszítsenek el adatot a jövőre nézve. És most is megvan ez a, azt mondom, visszafogottság, hogy nem szabad mind az öt tömegsírhoz hozzányúlni, ez ki lett mondva, mert lehet, hogy 30-40-50 év múlva teljesen mások fog állni a tudomány, és sokkal többet fog ezekből a tömegsírokból megtudni, úgyhogy kell hagynunk a következő generáció számára is munkát, és amit Máté is mondott, 2026-ban nem leszünk készen. Az emlékünnepségek természetesen elmennek, az érdeklődés alá fog hagyni, de 2027-re is tudósoknak, akik ezzel foglalkoznak, ugyanúgy marad benne megoldandó dolog, és nem kikerülve a kérdésedet, Zoli, szerintem az európai nyugati modern múzeológia számos nagyon komoly példát ad arra, hogy hogyan lehet ma, 2020-as években kiállítást csinálni egy ilyen történelmi eseménynek. Sokat kell tanulnunk, sokat kell külföldön múzeumba járni, meg kell találni a jó párhuzamokat, a jó példákat. Szerintem most nagyon fontos, hogy tanuljunk. Nem kell most szerintem semmit kőbevésni. És a végén azért ebben mégiscsak van egy nagyon erős szimbolika, 500. évforduló, hogy miben tudunk valamit többet hozzátenni, mint az elődök és akár az utódok, és ez az újratemetés. Hogy ezek ha már kreonról van szó, hogy ezek az emberek, ha tetszik, hanem 1526-ban mindenféle kegyeleti szempont nélkül halomra lettek mészárolva, akik ott vannak. 500 évig nem lett nekik megadva a végtisztesség. Az, amit meg lehet tenni 2026-ban, és szerintem kötelességünk is, az a méltó újratemetés, és ennek az egész emlékezeti térnek az ő emlékezetükhöz méltó kialakítása, ami rögtön gátat is fog szabni annak, hogy a bemutatásnak a különlegessége, hogy mondjuk ne legyen ebből valami Disneyland-szerű, nagyon látványos dolog. A látvány fontos, de nem írhatja felül a kegyeleti szempontokat. Annyit, hogy azt mondom, hogy a Négyesi Lajos elég komoly kritikákat is fogalmaz meg az emlékhely koncepcióval kapcsolatban. Erről mit gondolsz, hogy te hogy látod ezt? A Lajosnak a fő kritikája az, és ez ma 2022-ből akkor írta a tanulmányt, és akkor jelent meg, érthető,
hogy mindenféle katolikus szimbólumot nélkülöz az emlékhely 1976-os kialakítása. Igaza van. De ez 1976-ban készült el. És azt gondolom, hogy ez rögtön a helyére teszi a dolgot, hogy ezt el kell fogadnunk, és egyáltalán nem kell ehhez ragaszkodnunk, hogy 2026-ban ne legyen a kereszténységre utaló szimbolikának egy sokkal hangsúlyosabb kidomborítása, még ha nem is akarunk ebből egy nagy giga iszlám-keresztény összecsapást bemutatni, de hát tény és való, akik a tömegsírban vannak, ezek az emberek legyenek bár magyarok, csehek, morvák, lengyelek, mindannyian keresztények, és azon belül is katolikusok voltak 1526. augusztus végén, amikor megölték őket, és az újratemetésnél ennek a szempontnak valószínűleg érvényesülnie kell. Hagyj tegyem hozzá még azt, hogy ugye Kolutác Andreának a cikke, Négyesi Lajosnak a cikke benne van ebben a kötetben, mind a ketten egy olyan kiállító térről vagy emlékhelyről beszélnek, ami egy ugyanazon tevékenységhez vagy eseményhez köthető. És úgy, hogy valójában nem is kettőről, hanem minden bizonnyal három olyan dologról kell majd beszélnünk, nem biztos, hogy 26-ig, ami ezt az egészet valamilyen módon kell, hogy bemutassa. És pontosan ennek a szimbolikáját is nagyon szépen szét lehet választani majd. Tehát az, amire mondjuk a Négyesi Lajos fölhívja a figyelmet, és elmondtad az előbb is, hogy teljesen jogos, annak tökéletesen helye lehet a tömegsírok esetében, az újratemetés, a végtisztesség esetében. Az idézőjeles Disneyland az elkerülhet máshová, tehát Mohácson is van ugye egy kiállító tér, tehát hogy ott egy teljesen más szempontból lehet megközelíteni ezt az egészet, és arról akkor még nem is beszéltünk, hogy hol volt a csata. Tehát amikor a csatának akár 26-ig előkerül egy mindenki számára elfogadható kerete, akkor annak is kell találni valamilyen bemutatási környezetet, mert nyilvánvalóan magukat a leleteket azt össze lehet szedni, be lehet mutatni különböző helyeken, de valamilyen emlékhelyet nyilván ott is el lehet képzelni, ahol konkrétan a csatának a fő eseményei megjelentek, ahol akár egy brodaris leírást át lehet élni, tehát hogy ténylegesen a tájba kell illeszteni, hiszen az ott történt, erre is ugye nemzetközi példák abszolút rendelkezésre állnak, tehát van miből meríteni, egyszerűen csak használni kell tudni. Nekem inkább az a kérdésem, hogy 26-ig ugye mit lehet hozzátenni, tehát az egy dolog, hogy a pénz alapvetően valahonnét jönni fog, és valamilyen irányt fog ennek az egésznek szabni, de hogy tudományosan például mit lehet mögé tenni, mert úgy gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon jó, hogy már most helyet kapott Négyesi Lajosnak az írása, vagy Kolutác Andreának az írása ugye a Mohácsi Múzeummal kapcsolatban. Van-e például olyan terv, hogy kimondottan erre a térre elmenni, tovább menni, és akkor még azt se felejtsük el, mert felmerül, hogy mi van, hogyha a Mohácsi csata nem a mai Magyarország területén volt. Tehát, hogyha szigorúan véve is, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a kerítésnek a túloldalán, tehát például Horvátországban volt az ütközetnek a döntő eleme, és akkor az már is nem egy kizárólagos magyar kérdéssé válik, hanem össze kell kapcsolni a szomszéddal, akik amúgy ugyanúgy részt vettek az ütközetbe, tehát nyilvánvalóan azért ez nem egy ilyen ördögtől való dolog lenne. Szerintem ma már valójában nem lényegi kérdés, tudományos szempontból biztosan nem, emlékezeti szempontból icipicit, ha kiderülne, hogy a csatatér egy része a mai horvát területen van. Egyszerűen az a határ 1920-ba vagy 21-be került oda végül is, ugye itt pont van egy ilyen problémás. Ez a csata meg 1526-ban volt. Ideje a fejünkbe is ezt felülírni, mind a két ország Schengenen belül van, igaz, hogy nekik van eurójuk, nekünk nincs, tehát hogy azért, de hogy nem baj, majd összekötjük a kellemest a hasznossal, bevásárolni is elmegyünk, ha már a csatateret is megnézzük. Az a horvát-magyar 800 éves államközösség, ami valóság volt, azt gondolom, hogy mondjuk, ha a csatatér átlógna, az csak erősíteni ezt a dolgot, de nem gyengíteni. De ezért, ha ennyire a csatatérhez kötjük az emlékezeti teret, akkor nekem az a félelmem, hogy ez beleragad egy értelmezési probléma halmazba. A tömegsír az egy fix, és azt tudjuk, hogy hol van. És szerintem ezt azt sem ingathatja meg, vagy ingatná meg, hogyha kerülnének elő
máshol tömegsírok. Mondjuk, ha máshol előkerülne 15 tömegsír, akkor át kellene tenni nagyon sok mindent gondolni. De egyelőre az eddigi munkák alapján erről nincsen szó. És ne felejtsük el, hogy az idő kanonizál. Nem csak a csata 500. évfordulója lesz 2026-ban, de a nemzeti emlékhely 50. évfordulója is. Tehát, hogy arra lakatot tennénk, vagy mit csinálnánk vele akkor, amikor azt mondjuk, hogy igen, de a csata máshol volt. Tehát, hogy ez a tömegsír, ami lehorgonyozza így fixen ezt az emlékezeti helyet, az viszont nem köti meg, hogy tovább megyünk tudományosan csatatérkutatás tekintetében, és ha kell Horvátországba, ha kell a Vizslaki réten, ha kell Ivándárda környékén, ez a része szerintem egyszerűen izgalmas kérdés, de valahol megtalálni a mohácsi csatatérnek azt a leletekkel leghangsúlyosabb részét. És hát jönnek a nemzetközi példák, hogy igen, mit várunk el? A páviai csatatér vajon ez 1525-ben hasonló nagyságrendű csatáknál meg lettek kutatva, mit lehet erről elmondani? Az angliai 15. századi rózsák háborúja alatti rengeteg nagy létszámú ütközetének a csatatere milyen szempontból lett feltárva, meg mit várhatunk el egyáltalán az európai analógiáktól? Lehet, hogy olyan túlzó elvárásaink vannak nekünk saját magunk iránt, amit nem támaszt alá az európai többi tapasztalat. És kérdésedre szerintem nagyon fontos végigjárni a Balkán hasonló emlékezeti helyeit, Koszovó Poljétől kezdve Udbináig, hogy Várnán keresztül, hogy lássuk, hogy mi az az a hasonló eseményeket bemutató Balkán-félszigeti emlékezeti kiállításoknak a szerkezete, és hasonlóan el kell menni északra, nyugatra. Én nagyon szeretném, régóta győzködöm egy valamennyire nem szakmabeli, mégis sokra becsült ismerős barátot, Perger Istvánt, akinek van egy ilyen világméretű múzeumi tapasztalata, hogy ő, ha csak összeszedné fényképekkel azt, ahol ő járt tényleg Mexikóig bezárólag, akkor szintén előbbre juthatnánk. Úgyhogy szerintem elkerülhetetlen ez a munkafázis is, hogy 2026-ig tudjunk erről valamit mondani. Igen, jó zárszó. Én egy kérdés még elnézést mindkettőtöktől, hogy itt van ez a nagyon szimpatikus az, hogy a kötet a Szűcs József interjúval kezdődik, hogy Haramza Márk készített. Azon a kérdésem, hogy itt van egy kvázi amatőr, ahogy te is mondtad, amatőr régész, aki nagyon sok mindent talál. De értően, elhivatottan, hogy az ő munkája konkrétan segítette a mohács kutatásokat, illetve általában egy régész hogy áll hozzá, hogyha vannak ilyen emberek, akik ott keresnek, kutatnak, találnak. Ja. Ambivalens a helyzet, mert sokan vannak olyanok, akik tényleg őszintén szeretnének hozzájárulni, és nem öncélúan szeretnének valamit csinálni. Tehát Szűcs József is egy olyan valaki volt, aki hiába egy belső indítatás, és igazából megingathatatlanul, tehát bármi áron is végezte a feladatát, de nem azért, hogy egy saját gyűjteményt hozzon létre, nem azért, hogy a piacon árulja, nem azért, hogy eltitkolja ezeket az információkat. Tehát azok, akik így állnak ehhez a kérdéshez, az mindenképpen hasznos. Ott maximum azt tehetjük fel régészeti oldalról, hogy mennyire szakszerű az, amit csinálnak. Most amikor Szűcs József aktívan kutatott, teljesen más volt a régészeti kutatásoknak is a menete. Tehát ma, hogyha valaki így nekiáll egy régészeti kutatásnak, felderítésnek, akkor jobb, hogyha minél előbb a szakmai közegbe terelődik, viszont ma már sokkal inkább megvan erre a lehetőség is. Tehát ugyanúgy, ahogy a Mohács 500 programon belül a fémkeresősökkel a csatatérkutatás zajlik, ők mindannyian elfogadva azt a keretrendszert, amit a régészek szabnak, végzik ezt a tevékenységet. Tehát tudják, hogy mit jelent az, hogyha a szántási mélység alatt jelez a gép, és az már egy bolygatatlan lelet együttes lehet, tehát azt már akkor olyan módszerrel kell feltárni. Mit jelent az, hogy rögzítsem a nyomvonalamat azért, hogy visszakövethető legyen, hogy merre találtunk valamit, és merre nem találtunk valamit, attól függetlenül, hogy a pontok mit jelentenek.
Tehát azért ez már egy szerteágazóbb dolog. De tény az, hogy nagyon sokszor az ilyen önkéntesek és az ilyen lelkes, mondjuk úgy, hogy amatőrök, akik valójában nem amatőrök, azok, akik nagyon sok kérdésen vagy nagyon sok problémán átlendíthetik az embert, mert egyszerűen bennük egy olyan elhivatottság van, ami mindenképpen előre visz. Úgyhogy Szűcs Józsefnek a tevékenysége, ő nem fémkeresőzhetett, látszik az, hogy egy ilyen jellegű ütközeti eseménynek a megtalálása az vagy tű a szénakazalban, vagy tű a szénakazalban, de mondjuk fémkereső segítségével. Tehát olyan leletanyagokat kellett volna találnia, amire önmagában nincs lehetősége, de például az ottani, tehát a mohácsi síknak a település kutatásában nagyon fontos szerepet játszott. Az, hogyha mellette még belefut egy-két dologba, az külön szerencse. Arra pedig egy átlag régésznek nincsen meg a lehetősége, hogy a helyiekkel olyan szinten tartsa a kapcsolatot, mint egy ottani valaki, aki jóban van velük, ismeri őket, akit ismernek, minden nap ott van, minden nap jelen van, minden nap meg tudja kérdezni, hogy mi történt, vagy bármikor szólhatnak neki. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogyha a közösséggel van kapcsolat. És én azért most egy kicsit így kitérően még azt is merem állítani, hogy igazából a múzeumoknak a jövője az nagyban ezen fog múlni. A régészeti területen egészen biztos. Nem csak azért, hogy pénzügyileg honnét lehet támogatást szerezni, hanem azért, mert az embereknek a kutatásban való részvételi igénye egyszerűen sokkal nagyobb lett. Sokkal kevésbé a vitrínben szeretnék látni a dolgokat, sokkal inkább részt szeretnének venni abban, hogy kerül a vitrínig ez a tárgy. Szerintem a Mohács 500 ezért különleges, amit kérdeztél. Ugye te Mária Teréziával foglalkozol nagyon behatóan, na ott nagyon nehéz találni egy önjelölt lelkes amatőrt, mert hogy ugye a latin nyelvű szövegen el fog vérezni a levéltárban szegény, teljes joggal, de hogy a Mohácsnál pedig megkerülhetetlen, akár tényleg a Szűcs József példája mutatja, illetve szerintem ennek a kötetnek az egyik erejét, illetve a Mohács 500 Egyesület, aminek Gábor az elnöke is, ezt azért szerényen elhallgatta, azt tartom ebben jelentősnek, a társadalmi bázis. Tehát, hogy ma már tényleg nem úgy működik a tudomány, legalábbis nem szerencsés, itt legalábbis Mohácsnál megvalósítható, hogy nem öt nagyon okos ember mondjon okosságokat 500 másiknak, hanem itt tényleg a részesévé lehet tenni a kutató munkának is olyanokat, akiket ez érdekel. Nem ez a szakmája, nem ez csinálja napi 8-10-12 órába, de szeretne ebbe bekapcsolódni. Azok a családi napok, amiket megszerveztetek az Egyesületben, azok óriási erőt adnak, ahol tényleg érdeklődő szülők gyerekekkel jöttek le, kóstolhattak bele a korabeli fegyverekbe, hallgathattak előadást a fémkeresőzésnek a módszeréről, tehát hogy közel vihették ezt a szakmát, és szerintem aki már egyszer így megfertőződik, az utána nem fog bedőlni kóklerságoknak, mert sarlatánságoknak, el fogja tudni különíteni a lózungokat attól a szisztematikus tudományos gondolkodástól és munkától, ami ezzel jár. És itt van Mohács mögött, azt lehet látni, a számtalan blog, az a fajta érdeklődés, a podcastok, a különböző rendezvények, a kötetek iránt, hogy ez egy óriási erőt is ad, ilyen felhajtó erőt, és szerintem ez egy nagyon komoly felelősséget is ró ránk, hogy nem mondhatunk bármit az 5 perc hírnévért, ránk fog égni. Így tudósként. Tehát, hogy pont azért örülök, amit felvetettél, Máté, hogy senki nem akart ebben a kötetben túlmenni azon a területen, amit vizsgálni szándékozott, és amit azt gondolta, hogy ért, mert hogy egy orvosnak is, ha fölveszi a fehér köpenyt, bármit elhiszünk, mert nem tudjuk kontrollálni. És a tudomány is ilyen, nagyon elszakadt az átlagos tudástól, az, ahol tart akár egy társadalomtudósi attitűd. De ezzel még nem élhetünk vissza, ezzel a plusz tudással, hanem pont be kell mutatni, be kell vonni, és ezáltal lehet a tudományba vetett bizalmat erősíteni Magyarországon, és szerintem erre óriási szükség is van, ha látjuk a körülöttünk zajló különböző konteós elméleteket, amik így körbevesznek bennünket. Ja, igen, van még pár percünk arra, hogy akiben esetleg most van hozzászólás, kérdés a közönség soraiból, akkor az megtehesse. Én beszéltem, amit is jelentkeztem, hogy
várható-e még valami igen izgalmas. Az egyik igen izgalmas dolog lenne, és az talán a hideket is megindítaná a lelőhely felé, amit kutatunk, hogyha ott tömegsírokat tudnánk találni. Ha azoknak a lejtanyaga az bizonyíthatná azt, hogy valahol 1526 környékén temették ezeket az embereket. Talán az lenne az, amikor a nagyon szigorú történészek is egy ponton azt mondanák, hogy mert most nem mernek mondani dolgokat, vagy nem akarnak. Én azt szeretem mondani egyébként, hogy van egy helyszínünk, egyik nincs jobb. És elég szignifikáns részét kutattuk már a területnek olyan mértékig, hogy azokon a területeken, amiket megnéztünk, valószínűleg nem is volt ütközet, nagyon nagy valószínűséggel. Úgyhogy én egy picit optimistább vagyok ennél, hogy soha nem lesz meg a Mohácsi Attila, igazán sose fogjuk tudni kimondani, hogy itt zajlott ezeken a területeken. De ez részemről is azt kell mondani, hogy még idő kérdése, hogy teljesen biztosan tudjunk mondani valamit. Csak köszönöm. Bocsánat, én nem erre gondoltam, Gábor, hogy biztosan nem lehet kimondani, csak ugye most van egy 3 év, 2026-ig, amíg valamit, ha most ilyen szigorú időhatárhoz szövekelve várjuk el magunktól, hogy mindenképp legyen eredmény, annak a vége az lehet, hogy egy ilyen veszőfutássá válik. Te vagy a régész, és biztosan, vagy azt mondod, hogy van egy olyan módszer, amivel ez egy év alatt biztonságosan végigkereshető, kizárva a legtöbb területet. Tehát, hogy nem mondom, hogy mellékes lenne ez a csatatérkérdés. Én nem osztottam a te álláspontodat nagyon sokáig Majssal kapcsolatban, de ezt tudod. De egyszerűen meggyőzött az, ahogy máshol nincsen sem, és amit mondtál, hogy itt van valami, máshol meg nem, szerintem így működik a tudomány, és ez így teljesen rendben is van. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy én ezt szerettem volna így kiegészíteni. Ez azt mondanám, hogy nagy százalékú pénzkérdés. Tehát ha megvan hozzá egy megfelelő finanszírozás, akkor én azt gondolom, hogy 2026-ig olyan mérték átutató az a terület, mint felvázoltam, hogy hát, ha nem lesz másik csatahelyszín, akkor kimondhatjuk, ha van másik csatahelyszín, amit tudunk azonosítani, akkor pedig van egy választási lehetőség, idézőjelben, vagy hát legalábbis egy összehasonlítási lehetőség. Ha a jelen keretek között zajlik önkéntes munkával, akkor azért nem fognak maradni fehér foltok. Ennyi. Tehát ez egy technikai kérdés, egy pénzkérdés, így mondjuk. Ja, igen, és újdonság azért egy dolog, mert ez egy ilyen friss, régóta tervünk történész kollégákkal, hogy egy lehető legteljesebb névsort 2026-ra meg tudjunk alkotni. A Mohácsi csatán van biztosan részt vett keresztények közül. Azt gondolom, hogy ez jár. Ez mondjuk a 25-27 ezer feltételezett résztvevőből akkor sem jelent majd mondjuk 500 névnél többet. Pillanatilag ezt vizionáljuk. De most olyan 200 fölött járunk már, ez teljesen ilyen hobbi szinten működik. És szeretnénk ezt a névsort 2026-ra úgy elkészíteni, hogy hozzá ezeknek az embereknek, akiről amennyit lehet, egy életrajzot is egy albumba meg tudjunk jelentetni, hogy így történetet kapjanak a csatában résztvevők, nevet kapjanak, és azt gondolom, hogy ez egy következő fázisa már annak a munkának, ami jelenleg is zajlik. Bocsánat, én Vető Ferenc vagyok, és abszolút a csapos, aki közbeszól, semmi közöm az egészhez. Egyszerűen egy érdeklődő vagyok. És ha már itt megemlítésre került diszkrét célzások folyamán, hogy egy másik csapat is van. És mit tegyen a laikus, hogyha az is fehér köpenyt visel? Legalábbis látszólag. Tehát úgy érzem, hogy ez igenis egy közös felelősség, és valamiféle szimbiózisra kellene jutni a tudomány képviselőinek, mert a laikus így, aki amúgy is kételkedik sajnos a tudományokban globálisan, a rengeteg információ, a Covid okozta káosz miatt. Tehát ez nem elfogadható így. Szóval ezt meg kellene valahogy beszélni, ha nem is konszenzusra jutni, de tehát valami olyan mederbe terelni, ami elfogadható. Mert nagy energiák vesznek el úgy, hogy a másik cáfolja az egyiket, és viszont, és a laikus mit tehet ilyenkor? Hát azok is köpenyes emberek.
válaszadás lehetőségét. Hát azt gondolom, hogy a kritikus gondolkodás és a kritikus szemlélet az ilyen szempontból elengedhetetlen a laikus érdeklődő számára. És ezt az elmúlt 30 év mondjuk magyar közállapotaival hoznám párhuzamba, azt gondoltuk, hogy a demokrácia az olyan szép kerek dolog, de a demokrácia vitával jár. Azt gondoljuk, hogy a tudománya az egymás vállának veregetése, de a tudomány vitákkal jár. És jobb lenne, egyébként mindenkinek jobb lenne, nyugodtabban aludnánk, nem lenne benne senkiben kínos érzés, meg gyomorgörcs. Azt mondjuk, jól van, legyen úgy, ahogy te szeretnéd. De hogy ez nem így működik. Ha más dob ki az adatsor, akkor mégsem mondhatjuk azt, hogy jó, legyen úgy, azért mert valaki erőszakosabb vagy hangosabb. Pillanatilag nem tart ott ez a kutatás, hogy ebbe le lehessen horgonyozni olyan dolgokat, amiket is nagyon szeretnénk. Arra gondoljon, amikor ön kitől venne fel hitelt, az, aki biztosan garantálja, rögtön mindenre megoldást nyújt, vagy az, aki elmondja, hogy hatások és mellékhatások és kockázatok mivel járnak. Szerintem ebbe, aki nagy igazságokat szeretne megfogalmazni, vagy mond bele évről évre a kamerába, ott érdemes egy kicsit, hogy is mondjam, élesebb orral. De azt hiszem azért nem igazán jó ez a párhuzam, mert itt arról is szó van, szemlátomás, hogy ki tud több pénzt felköhögni. És egy héttel ezelőtt elhangzott előadáson, ott a kormányzat notabilitásai szerepeltek, és szemlátomást valamilyen módon azok ügyesebbek. Mondok messze, hogy ráérnek erre, hogy mi kint a szántóföldön összeszedjük a dolgokat, ami ők ráérnek. Csak én tudatom, hogy nem mondják. Hát ezt mondom. De hát ez is felelősség. Igen. Ezt tőlük kell megbeszélni. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nyilván úgy, hogy benne élünk ebben az egészben, és akár az egyik vagy másik oldalon ugye részt is veszünk mondjuk ebbe a kutatásba, vagy pedig ugye valaki egyszerűen kívülállóként nézi. Valószínűleg tudomásul kell vennünk azt, hogy 26-ban lesznek szalagátvágások, és az idő meg majd szépen eldönti ezt az egészet, hogy akkor kinek volt igaza, vagy kinek nem volt igaza, és ami az egészben szerintem megjobb, hogy valószínűleg abszolút igazságok nem is lesznek. Tehát ezt nyilvánvalóan kutatóként is belülről is kell látnunk, hogy a saját szubjektív világunkon keresztül vizsgáljuk az eseményeket, vizsgáljuk a történeteket. A Mohácsi kutatással kapcsolatban azt az egyet talán azért érdemes szem előtt tartani, hogy mióta hangsúlyosan szerepelt vállalt benne a régészet, és azon túl, hogy településrégészetről lehet beszélni, tehát kimondottan a csatatérnek a kutatásáról van szó, és kimondottan a tömegsírnoknak a feltárásáról van szó. A régészetnek van egy olyan rendkívül előnyös része, hogy ami ott van, az objektíven ott van. Az, hogy milyen következtetést vonnak le belőle, az már némi szubjektivitással lehet terhelt. De az igazi újdonságok éppen ezért valószínűleg az alapján lesznek meg, hogy a régészet mit tud hozzátenni. Tehát, hogy a Szabolcs is elmondta, hogy nagyon-nagyon új történeti források nem valószínű, hogy elő fognak kerülni az értelmezésükbe, újraértelmezésükbe, ilyenekben nyilván lesznek újdonságok, de a régészet az még számos újdonságot mutathat fel, és ott arra kell tekintettel lenni, hogy mennyire szakszerűen folyt a kutatás. Ha valaki úgy kritizálja a régészeti munkát, hogy valójában ő nincsen azon a területen benne, akkor az önmagában nem túl súlyos kritika, vagy nem tekinthető súlyos kritikának. Ha régészeti körökön belül megy szakmai vita, az természetesen egy teljesen más dolog. És az, hogy mondjuk a régészeti eredmények hogyan születnek, ahogy azt Bertók Gábor is elmondta, időkérdése. Tehát nem lehet minden hónapban előállni egy újságcikkel, egy tévéinterjúval, egy bármivel, hogy találtunk hárommal több golyót. Ez sajnos időkérdése, ezt a békát ezt le kell nyelni, ezt belülről is látnunk kell, tehát ez tényleg hozzátartozik. De ennek van gazdagító hatása. Nagyon sok mindenre nem gondoltunk volna, szerintem ez a semmők semmi, de én nem szeretem ezt a felosztást, mert valójában ez nem így fragmentálódik. Ha nincsenek ezek a viták, 1970-es évek közepén Nemeskürti István
kívülről, irodalomtörténészként bedobott egy követ az állóvízbe, amivel nagyon igazságtalan vádakat fogalmazott meg akkor a korabeli, második Lajos korabeli magyar nemességgel kapcsolatban. Na ez annyira felháborította a történettudományt, hogy erre elkezdtek ilyen szemmel kutatni, és ebből született meg azért nagyon sok minden. Kubinyi András, Perjés Géza vagy Szakály Ferenc tollából. Tehát, hogy a negatív eredmény is tud egyébként pozitív eredményeket generálni hosszú távon, és ez megtermékenyítette mondjuk a 70-es, 80-as évek Mohács, meg késő középkori Magyarországgal kapcsolatos kutatását. Szerintem most is van egy ilyen megtermékenyítő hatása egyébként ennek. A tudósi világ az valahol a komfortzónán kívüli lét. Igen, az lenne a legjobb, minden nap bemenni, egy intézetbe lenni, elszürcsölni a kávét, mindenki nagyon szép melegben van, de nem erről van szó. És hát az, amit a Máté mondott, a szakmai kritikákat meg kell hallani, de hát egy régésznek a munkáját alapvetően a régészettudományon belül kell megmérni, ahogy a történészi munkát is a történettudományon belül. A pillanatilag a földrajztudomány nem illetékes a Mohácsi csata lefolyásának kérdésében. Az egy résztéma. Az hogyan adna választ egy földrajzi kérdés egy történeti kérdésre? Összehasonlíthatatlan a kettő, nem az a módszertana és nem is az a célja. Nem tudom, pleisztocén kori löszfalak kialakulása, ha már egyáltalán van ilyen, az minden bizonnyal földrajzi kérdés és nem történeti. Tehát, hogy ezeket a tudomány módszertani átlógásokat ezeket lehet szakmán belül a leginkább kezelni, de hát ezekre figyelni is kell. Én az idő előre haladtára való tekintettel megköszönöm egyrészt az előadóknak, beszélgető partnereknek a részvételt és ezt a nagyon-nagyon izgalmas beszélgetést arról, ami hát kontextusba helyezte, tudománymódszertani szempontból is, tudománytörténeti szempontból is, és a jövőbeli perspektívákat illetően is ennek a kötetnek valamennyi szakmai eredményét. Megköszönöm önöknek a részvételt, hogy egyrészt a felújítási munkák, másrészt a borzasztóan megromlott időjárás ellenére minket választottak, és velünk töltötték ezt a bő másfél órát. A kutatásban résztvevőknek, a kutatócsoport tagjainak a jövőre vonatkozóan hasonló elkötelezettséget, hasonló szakmai sikereket és hasonló jókat kívánok. Köszönöm szépen a részvételt!